kedvenc szerepével Verdi Nabucco áriájával kezdte feleségével közös maszkabál ária estjét a világhírű Alexandru Agache. Az este zenei repertoárja tökéletesen jellemezte a két főszereplő hangkarakterét és eddigi szerepeit. Mind a ketten az olasz drámai fakban énekeltünk egész életünkben, tehát adva vannak a szerepek. Az én repertoárom 30 év Verdi volt. Én nem énekeltem se Puccini, se Verismo, semmi. Csak Verdi, úgy volt a kérés. Én amikor szerettem volna liraibb szerepeket énekelni, akár külföldön, akár itthon, heves ellenkezésbe ütköztem, mert azt mondták, hogy neked milyen nagy hangod van, és te csak maradj a drámai dolgoknál, és ne énekelj liraid. Alex, jó így neked akkor? Igen. Ária estjükön is egy-két kivétellel, de maradtak a drámaibb dallamoknál. Mindketten Verdi énekesek, szerte a világon megformálták már az olasz zeneszerző operáinak leghíresebb alakjait. De nem csak emiatt hallhattuk ezeket az opera részleteket, Verdi halálának 120. évfordulójáról is megemlékeztek. Lukács Gyöngyi erre a hangra lett figyelmes legelőször, mikor Münchenben 1996-ban együtt álltak színpadra Alexandru Agachéval a Trubadur premierjén. Elmondhatom azt, hogy azokban az operákban, amikben ő vele énekeltem, Tosca, Nabucco, hát sok minden Verdi Macbethjébe, sokat énekeltünk itt és külföldön, és nekem abszolút ő a legelső számú énekes, akinél jobban senki nem énekel. Majd évekkel később szintén egy Verdi opera miatt találkoztak Szöulban. Ekkor a Macbethben szerepeltek együtt, ezt követően pedig már szerelmesen Magyarországon kezdtek közös életet. Fontos számukra, hogy míg a magánéletben férj és feleség, a színpadon kollégák legyenek. Igyekeznek tudatosan szétválasztani a magán és színházi életüket, ami saját bevallásuk szerint nagyon jó hatással van a kapcsolatukra. 12 éve lakunk egy helyen, egy házban, a szomszédok csak most tudták meg, hogy hát művész úr, de hát maga nem mondta, hogy maga művész úr, és, mert nem hirdette soha magáról, viszont a szomszédokkal mindig beszélget kertben, nem tudom, és ezzel azt szeretném csak mondani, hogy mind a ketten ilyen karakterek vagyunk, hogy a színház az a színház, és ez a szakmánk, otthon pedig magánemberek vagyunk. A maszkabál színpadán nem ők az első művészházas pár, de a családi rekord ezzel az estel dőlt meg, hiszen Lukács Gyöngyi lánya, Lucine is szerepelt egy korábbi maszkabálon. Ő volt Miklós Erika ária estjének egyik meglepetés vendége. Ő akkor Bizé Kármenyéből adta elő a Habanerát. Lucinét tavaly októberben láthatták már az István a király rockopera szimfonikus változatának ős bemutatóján, de korábban debütált már édesanyja 30 éves pályáját ünneplő koncertestjén. Akkor a Kossuth-díjas művésznő úgy fogalmazott, mindent elért, amit szeretett volna. Ami jön, az már a ráadás. A maszkabál családi rekordja, így egy újabb ajándék a magán és a szakmai életében egyaránt.